Köszöntöm a Trio TV nézőit! Mai műsorunk tartalmából. Befejeződött Bükkön az Ipar utca megújítása. Roma kulturális és gasztronap volt Bükkön. Megkezdődött Bükkön a gyógybornapok és gasztrofesztivál. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Bükkváros 2016-os egyik legnagyobb beruházása az Ipar utca mindhárom ágánál a közművek javítása, cseréje, az útfedése volt. A beruházás 160 millió forintba került. 540 méter hosszan újították meg az utat. Emellett kialakítottak eladásra 7 önkormányzati telket is. Valójában nem is a 2016-os évet érintette csak a beruházás, hanem a maga a beruházás. Az előzményeim a 2015-ös évben elkezdődtek az alépítményi munkákkal október környékén 2015-ben. Itt nem csak kimondottan magáról az útépítésről volt szó, illetve végeztettük el, hanem az útépítést megelőzően, amit kellett, cseréltettük bizonyos helyeken az ivóvízhálózatot, illetve az ivóvíz tekintetében az ellátásnak, az ellátás biztonságának a növelése érdekében keresztmetszetet növeltünk a Petőfi utcai szakaszon. Ezen túlmenően megoldottuk a csapadékvíznek az ügyét is, amit valójában itt az Ipar utcában nem volt megoldott, több helyen még árok szinten sem. És ez a csapadékvíz építés, ez megoldotta azt is, hogy a Nestlé parkoló területéről, betont parkoló területéről ide folyó csapadékvizet is kezelni tudtuk ezzel az új beruházással, azzal, hogy az Ipar utcán keresztül levittük a csapadékvizet a Gyár utcai gerincre. Volt-e a beruházás kapcsán esetleg nem vált körülmény? Igen, előfordult. Valójában az Ipar utcai útépítésnek a tervezését is azzal a gondolattal kezdtük el, hogy amennyire lehet, vegyük figyelembe a meglévő útpályákat is, útpályaszakaszokat is, amik ránézésre látszólag jónak tűntek, hiszen ezek az utak már hosszú éveken keresztül kiszolgáltak az itteni lakókat, illetve még annak idején a Vegyesipari Szövetkezetet is. Itt jelentős forgalom zajlott valaha. Útépítés közben, kivitelezés közben ugyanakkor még mégiscsak kiderült, hogy ez a meglévő alépítmény nem a legjobb, úgyhogy egy picit módosítanunk kellett az eredeti elképzelésen, át kellett értékelni az eredeti gondolatainkat, és végül arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy ezeket a régi útszakaszokat is teljes mértékben fel kell szedni, és teljesen újan átépíteni az Ipar utcai útszakaszokat, utakat. Ilyen építkezésnél sokszor kiderül, hogy a közművek esetleg nem is önkormányzati területen mennek. Volt itt ilyen probléma? Bizony előfordul, de hát végül is erről tudtunk már a beruházásnak az elején, hogy vannak olyan például szendvics csatorna szakaszok, amik magánterületen vannak, tisztítóaknák, amiket most itt a beruházás keretében a helyére tettünk. Tehát kiosztuk közterületre, hozzáférhetővé tettük, hogy a tisztítást adott esetben meg tudjuk oldani magán ingatlanoknak a zavarása nélkül is. Most akkor az út zárásával gyakorlatilag egy teljes infrastruktúra került az út alá? Mondhatjuk azt, hogy igen, de valójában csak részben. Tehát a vízvezetékhálózat azért tökéletesen nem lett felújítva, csak az előregedett részek lettek cserélve, és ugyanez vonatkozik a szennyvízcsatorna hálózatra is. Azok a részek lettek cserélve, amiket ugye kamerázás után kiderült, hogy kontraesés van a gerincben. Itt hét telek kialakítása is megtörtént párhuzamosan az Ipar utca felújításával. Ezt a hét önkormányzati telket értékesíteni kívánja a testület, hogyan, milyen módon? Igen. Végül is összekötöttük az Ipar utcai építést a telek kialakítással. Területileg egy összefüggő település részen helyezkedik el. A Somogyi féle telket már korábban megvásárolta az önkormányzat, és hát amennyire tudtuk, rendbe tettük, kitisztítottuk, és később jött a gondolata annak, hogy valamilyen úton módon hasznosítsuk ezt a területet, aminek úgy láttuk legcélszerűbbnek, ha telkeket alakítunk ki. Itt 7 darab telket sikerült kialakítani, 3 darab telek a Gyár utcára néz, 4 darab telek az Ipar utcai útra néz.
Az Ipar utcai utcára néző telkek azok valamivel kisebbek, olyan 800-880 négyzetméter nagyságúak, a gyár utcai telkek azok valamivel nagyobbak, 1000-1400 négyzetméter közöttiek. Az árukat tekintve én szerintem nem haladják meg a mai átlagos büki négyzetméter árakat, vagy mondhatnám úgy is, hogy a felső büki négyzetméter árakat. A kisebb telkeket, a 880 négyzetméteres telkeket olyan 4 millió forint környékén próbáljuk megértékesíteni, a nagyobbakat, a legnagyobbat, ami 1400 négyzetméteres, az pedig 5 millió forint nagyságrendben. Ugye erre az értékesítésre pályázatot írt ki az önkormányzat. A pályázatnak a lebonyolítása valójában most június végével lebonyolódott, sajnos jelentkezők nem voltak. A telkekre elsősorban fiatal, házas családokat vártunk volna. Egy picit a pályázati feltételek is úgy vannak megfogalmazva, hogy inkább ők vannak előnyben részesítve. Azt mindenféleképpen el akarjuk kerülni, hogy itt valamiféle üzletszerű telekvásárlás történjen. Nem voltak erősek a feltételek véleményem szerint, tehát azt kellett vállalni a családoknak, hogy 2 éven belül elkezdik az építkezést, a megvásárolt telken 5 év alatt befejezik, és 10 évig nem lehet értékesíteni. Az árukat tekintve pedig 4 és 5 millió forint között mozognak, tehát a legolcsóbb az durván 4 millió forint, a legdrágább meg durván 5 millió forint, nyilván a telek nagyságnak a függvényében. Pedig úgy tűnik, hogy itt a építkezéshez gyakorlatilag minden közmű ott van a telkeknek az elején. Tehát gyakorlatilag aránylag könnyű lenne erre építkezni. Igen, tényleg így van. Tehát a telkek azok teljes mértékben közművesítettek. A telekre be van kötve a szennyvízcsatorna, az ivóvízvezeték, a villanyvezeték és a gázközmű kapcsolat is biztosított telken belül. Tehát ezt kihangsúlyozom, itt az építetőnek semmi másra nincs gondja, csak arra, hogy ezekre a telken belüli biztosított közmű kapcsolatokra rákapcsolódjon. Az első pályázati rész akkor lefutott, június végéig folytatódik-e a telekértékesítés? Igen, hát itt nem állunk meg, nem tudjuk, hogy mi lehetett az a probléma, ami miatt ezekre a telkekre nem érkezett pályázat. Nyilván megpróbáljuk továbbra is ezeknek a telkeknek az értékesítését, és a pályázati határidőt úgy néz ki, hogy ki fogjuk tolni egészen év végéig. Július 17-én második alkalommal rendezte meg Bükkváros Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Roma Napot az Átriumban. A délután folyamán Színezdát címmel vöröskeresztes programok várták az érdeklődőket, majd a bulivárról érkezett. A programra kilátogatók megtekinthették a Vöröskereszt kiállítását, illetve egészségügyi méréseken vehettek részt a Vöröskereszt Színezdát programjának részeként. Különböző speciális méréseket végeztek itt a Vöröskereszttől, és akkor a gyerekeknek voltak ilyen tetkós, amit hát a gyerekek szeretnek, ilyen csillám, festészet, meg ehhez hasonló dolgok voltak a gyerekek örömére. És itt látok, hogy kondérokba ételek is készültek. Ezeket itt a helyiek főzték, vagy valahonnan? Igen, ezeket mi főztük, délelőtt 8 órakor kezdtük a kocáháznál, és ott főztük kollégáimmal, voltunk vagy 10, és közösen ugye felapítani mindent, és az délelőtt ugye a kondérokba főztük meg, és hoztuk melegtartó edényekbe ide. Milyen ételek készültek? Hát ugye cigányosan a pacal pörkölt, volt részében krumpi, a másik részében nem volt, marhahúsból, és a matyi borozónak köszönjük a gulyást, amit kaptunk tőle. Köszöntő beszédet mondott dr. Németh Sándor, Bükkváros polgármestere. A rendezvénynek fő célja a kultúrák összehozása. Azért összehozni az embereket, ismerjék meg a mi kultúránkat, tehát ha ismerik a kultúránkat, talán jobban elfogadnak bennünk. Tehát ezzel is szeretnénk, hogy mondjam, részese lenni ennek az országnak, hogy a kultúránkat, a hagyományainkat, a névviseleteinket, hisz mi nagyon színesek vagyunk nagyon sok mindenben, a nyelvünket, hogy itt ugye, ha találkoznak, akkor nagyon sokan beszélnek azért cigányul, tehát addig van egy nemzet, amíg a nyelvei. És mi ezt is szeretnénk, hogyha gyakorolnának a fiatalok, a gyerekek. Akkor ennek várható, hogy jövőre ismét lesz folytatása? Hát ha nagyon mélyen le tudok hajolni, és találok pénzt lent, akkor igen.
gondolom azért sikerül majd egy-két támogatót. Köszönetet mondunk a város polgármesterének, képviselőtestületének, mindazoknak, nem szeretném most itt felsorolni, megköszönni azt a támogatást, segítséget, amit nyújtottak városunknak, a roma nemzetiségi önkormányzatnak, mindenkinek, aki ennek részese, mindenkinek nagyon szépen köszönjük, Bükkváros roma nemzetiségi önkormányzat nevében. Napsztár vendége a mulatos bulibáró Kis Grófó volt, akinek koncertjére megtelt a színpad előtti tér. Az énekes már születése pillanatában a zenei pályára szánták. Édesapám már 30 éve a zenei pályán van, tehát nem volt nehéz ebbe így beleszületni. Én azt gondolom, hogy amikor már megszülettem, én zenészként születtem meg énekesként. Öltönbe is hoztak engemet egyébként a kórházból, aztán édesapám 12 éves koromban belevitt a zenei világba, én 12 éves korom óta a családi rendezvényben benne voltam, egészen 2012-ig, és egy 3-4 éve a Norokszáj című dalunkat kiadtuk Jollyval, és utána pedig választottuk ezt a fajta zenei stílust, amiben most vagyunk, mivel populárisabbak és elektronikusabbak lettek a dalaim, és akkor így jöttem erre a zenei pályára. Kevesen tudják, hogy Kis Grófó eredeti neve Kozák László. Ez nem egy felvett művésznév, hanem a családi hagyományok tovább örökítése. Engem, amikor megszülettem, én már Kis Grófó nevet megkaptam, mivel édesapám is ő a Grófó. Hát ez a Grófó név, ez onnan jött, hogy régen fürtös göndör haja volt édesapámnak, és a régi grófoknak volt fürtös hajuk. Aztán én pedig, mint hogy apáról öröklődik a gyerekre, én pedig lettem a Kis Grófó. Csak ennyi az egyszerű név választás. Mert nekem is fürtös göndör haja volt. A bulibáról két gyermek édesapja. A fellépések miatt azonban gyakran hanyagolnia kell a családját. Valamiért, én azt gondolom, de ha van egy kis szabadidőm, akkor csak a családomra fordítom. Én azt gondolom, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg, szerintem, ezt így szokták mondani. De természetesen valamikor többet látnak a tévében, mint otthon, de próbálom azért a kis időmet őrájuk fordítani. Önnekik van-e már valami zenei kapcsolódásuk esetleg? Már látod-e, hogy ők lesznek a kis-kis grófok? Igen, természetesen. Hát a legkisebbik az Ármandó, ő táncol, énekel is. A cinogrófó, ő a Lacika, ő is nyomja a nézését, meg a járását már. Ma a Büki közönségnek milyen dalokat hoztál? Hát mindenféleképp elhoztam nekik a nézését, meg a járását, a Bulibáró, Norokszáj, ami ismertebb dalaimat, azokat elhoztam, bízom benne, hogy jól fogják magukat érezni. Valóban fergeteges hangulatot teremtett, melyhez szerencsére az idő is partner volt. Szerdán elindult a Gyógybornapok és Gasztrofesztivál. Ág Péter országgyűlési képviselő, dr. Kondora Bálint megyei közgyűlési alelnök és dr. Németh Sándor polgármester nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Kihirdették a Városbora és a Fesztiválbora versenygyőzteseit is. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Tényleg megkülönböztetett tisztelettel és nagy örömmel állok itt a színpadon, és szólítom mikrofonhoz azokat az embereket, akiknek a támogatása nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre. Először is nagyon nagy örömmel üdvözlöm itt a színpadon Ág Péter urat, a térség országgyűlési képviselőjét, akit nagy tisztelettel arra kérek meg, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Kérem, fogadjuk őt nagy szeretettel és tapssal.
Tisztelt hölgyeim, kedves barátaim, tisztelt bükiek! Nemrég az egyik ismerősöm a parlamentben megkérdezte tőlem, hogy hát sokat hallott már Bükről, sokat hallott már Sárvárról, Vas megyének nagyon sok szépsége van. Ő Bükre tervez menni a nyáron, miért is érdemes oda menni? Azt mondtam neki, hogy azért, mert Bükön kicsit hasonló a helyzet, mint a Forrest Gumpba. Nem tudom, emlékszenek rá, Forrest Gump mindig azt mondta a szerelmének, Jennynek, hogy ők olyanok együtt, mint a borsó meg a héja. Na valahogy így, mint a borsó meg a héja, úgy van itt Bükön a pihenés, a wellness, a gasztró, mindenfajta olyan élmény, amelyre szüksége van az embernek, az összenőit, hiszen összetartozik. És ez adja Büknek a varázsát, hogy egész nyáron olyan fantasztikus programokkal készültek, mint a mostani rendezvény is, hogy igenis, aki ide látogat, az először is meg tudja tömni a hasát, aztán, hogyha kell, tud így bulizni a színpad előtt egy óriásit, és mindezt másnap ki tudja pihenni a fürdőben. Most pedig színpadhoz, illetve a mikrofonhoz szólítom a Vas megyei közgyűlés alelnökét, Kondora Bálint urat, és őt is nagy tisztelettel arra kérem, hogy üdvözölje a megjelenteket. Tisztelt hölgyeim és uraim! A régi magyar nótából tudjuk, hogy jó bor, jó egészség, hogy a gyógybor milyen jótékony hatásokat fejt ki az egészségünkkel kapcsolatban, azt majd csak ezután, a pár nap után fogjuk tudni megtapasztalni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy a mennyiségre azért figyeljen, mert azt is tudjuk régóta, hogy ez kismértékben orvosság, viszont gyógyszer csak akkor, hogyha nagymértékben fogyasztjuk. Magyarország fesztivál nagyhatalom lett az elmúlt években, és ebből jócskán kiveszi szerepét Vas megye is, különösen Vas megyének egyébként ez az északi szeglete, hiszen mindenféle tematikába találunk itt fesztiválokat, történelmi, zenei, táncos, és hát gasztro jellegű bor tematikájú fesztivált. Van több ilyen is, de gyógybor fesztivál csak egy van, az igazi itt helyben. Bükön. Én szeretném megköszönni azoknak az embereknek a munkáját, akik ennek a fesztiválnak a létrejöttében most már 11. alkalommal szerepelnek és részt vesznek. Egy példaértékű összefogás, úgy gondolom, az önkormányzat, a Műfház, illetve a TDM szervezet, illetve valamennyi olyan szerveződés részére, akik támogatólag részt vettek ennek a fesztiválnak a szervezésében. Ha megengedik, akkor most hadd szólítsam ide a színpadra a bükiek első emberét, a polgármester urat. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel dr. Németh Sándor. Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntök mindenkit a gyógybornapoknak a megnyitóján, ami már kezd patinássá válni. Egy nem egészen két hete volt a 26. Arató Fesztiválunk, Arató ünnepünk, és ez a másik olyan rendezvényünk, amely nagyságában, illetve hosszában meghaladja már az előző rendezvényt, és már kezd ez is olyan rendezvényé válni, ami szervesen összekapcsolódik az nyári ünnepségekkel, illetve rendezvényekkel itt a fürdőn, illetve a városunkban. A színpad mögött, mikor gyülekeztünk, és mielőtt följöttünk ide, itt különösen Bencével, illetve néhányunkkal beszéltünk arról, hogy miből indult ez a rendezvény. Voltak olyan részei az elején, ami itt a gyógyfürdő bejáratánál volt, részben bent, részben kint. Aztán volt a kinti parkolóban is néhány rendezvény néhány éven keresztül, és az utóbbi 4-5 évben lett igazán nagy, nyerte el ezt a mostani helyét, és vált igazán nagyjá a legnagyobb rendezvényünké Bükön, amit a vendégeink, amit az elnök úr, vagy az országgyűlési képviselő úr, illetve az alelnök úr látott, amit önök láthatnak, amit önök élvezhetnek több napon keresztül, az egy évtizednek a munkája, illetve minden évben valami kis javítása a programsorozatnak. Ezt, ahogy elmondták az előttem szólók szépen, ezt önök is láthatják, és bízom benne, az idei év is hasonló sikerrel jár, mint a korábbi éveké. Amit viszont mindketten elfelejtettek, én viszont nem mulasztom el, hogy akkor ezennel ünnepélyesen is megnyitom a gyógybornapokat, mindenkinek jó szórakozást kívánok a következő napokra. Köszönöm szépen! A fesztivál előtt a szakmai és a társadalmi zsűri 21 bort megkóstolva a Tornai Pincészet Zenit borát ítélte a legjobbnak, így Bükváros bora 2016-ban és a Gyógybor Fesztivál bora címet is a Somlói Pincészet kapta. A második és a harmadik a kőszegi Alasz Pincészet gála küvéje és Blauburgere lett.
A hölgyek borának a Badacsonyi Pince Szövetkezet Traminiát választották. Ezután a gasztrobemutatóval és a Budapest Bár koncertjével elindult az 5 napig 6 helyszínen rendezett műsorfolyam. A Trió Televízió stábjai mind az 5 nap forgatnak, és augusztus hónapban részletesen is bemutatja a fesztivál történeseit. Kedves nézőink! Műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!